Kigyulladt egy lakóépület, Tisza süllyen a Rákóczi úton. A lángok a fő és melléképületet is érintették. A lángok a belső térből átterjedtek a tetőszerkezetre is. Az esethez a szolnoki hivatásos, valamint a jászkíséri önkormányzati tűzoltók vonultak, akik több oldalról több vízsugárral fékezték meg a lángokat, illetve a tetőszerkezetét is megbontották. A szolnoki hivatásos és a jászkíséri önkormányzati tűzoltók kiérkezés előtt egy gázpalack felrobbant. Az ingatlan lakóját a szomszédok vitték ki a házból. Az egységek kiérkezése előtt az épületben egy gázpalack felrobbant. Az eset idején egy ember tartózkodott az épületben, őt a szomszédok hozták ki, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak. Az egységek a tűzoltás mellett hőkamerás méréseket végeztek, és a tetőszerkezetet is megbontották. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.